Évről évre Kiskunhalas főterére hívja az embereket a mozgás korlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete. Az egybegyűlteket Fülöp Róbert polgármester is köszöntötte. Mint mondta, az önkormányzat pályázatán sikerrel vett részt ez az egyesület. Örül, hogy ebből a forrásból ilyen szép rendezvényt szerveztek a főtérre. Az a munka, ami itt Kiskunhalason végződik a mindennapokban, azt nem csak itt helyben ismerjük el, hanem én úgy tudom, hogy országosan is az egyik legaktívabb egyesületről van szó, és ez nyilván azt mutatja, hogy ez egy nagyon komoly és szakmai munka az, ami zajlik az egyesületen belül. Mi szoktuk mondani ezt, hogy Halas hatalmas, nyilván nem csak a város méretére gondolunk ilyenkor, hanem magára a civil egyesületeinkre, egyáltalán a város közösségi életére is. Az érzékenyítő esélyi nap fő szervezője úgy gondolja, a hat intézmény 78 fellépője azért jött el ide a főtérre, hogy jobban megismerhessék őket. Ennek a napnak az az üzenete, hogy érzékenyítsük, azért is az a neve, érzékenyítő esélyi nap, az egészséges épp embereket, a beteg fogyatékossággal élő, nem beteg fogyatékossággal élő gyermekekkel, felnőttekkel. Ezért meghívtuk a városunkba 6 intézményt hívtunk meg, és 78 föllépővel jöttek ide. Nagyon színes programokat adnak, nagyon örülnek neki, a mindennapi balomkerékből kicsit kivannak mozdítva, megmutathatják magukat. Ezen kívül meghívtuk az iskolákat, óvodákat, hogy jöjjönek és nézzék meg, hogy ezek a gyermekek is értékesek, szépen tudnak szórakoztatni, szerepelni, játszani. Ez a lényeg ennek a dolognak. Györgyiné Szekeres Csilla óvodapedagógus szerint ez az esemény jó alkalom a bemutatkozásra, az ismerkedésre. Nagyon fontos az embereknek a megítélésének a megváltoztatása. Nagyon sokan tévesen építik fel bennükbe a képet ezekről a különböző másságokkal élő emberekről, és ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek bemutatkozni, megmutatni magunkat, a félelmeket eloszlatni. Remek lehetőség arra, hogy egy kicsit a közvéleményt megváltoztassuk. A mozgás korlátozottak Kiskunhalasi Egyesületénél igen aktív klubélet zajlik. Az aktivisták most is itt voltak a főtéren. Összetartjuk a mozgáskorlátozottakat is, illetve mink kézimunkacsapatban vagyunk benne, kézimunkaszakkörben. Hát kirándulásokat szerveznek most nagyon aktívan a mozgáskorlátozottak, a vezetőség intézi. Ilyen helyekre is eljövünk, kirándulunk, beszélgetünk, összejövünk, ebédek vannak, tehát tényleg nagyon jó társaság. Hogy kikapcsolódik az ember, nem a megszokott, főleg akik jobban be vannak otthon zárkózva. Egy-két óra hossza kikapcsolódás biztos, hogy mindenkinek nagyon jót tesz. Beszélgetünk, recepteket cserélünk, családról beszélünk, tényleg nagyon jó kis társaságot össze lehet hozni. A főtéren volt arcfestés, kézi munka bemutató, motormustra és még egészségügyi szűrés is. Mindig megjelenünk rendezvényeken, már hívnak bennünket rendszeresen. A szokásos állapot felméréssel jöttünk, ami áll egy vérnyomásmérésbe, egy vércukorszintmérés. Dietetikus a zárja a sort, aki egészséges táplálkozásra kapcsolatban hasznos tanácsokat ad, bármilyen jellegű kérdésre tud válaszolni, úgyhogy hát a prevenció az továbbra is nagyon fontos szerepet játszik itt nálunk.